A videóhoz a legújabb Upper Deck Artifacts 2021-22 hoki dobozt az ITC Shop biztosította, még több blaster csomagok az Upper Deck hoki világából. www.itcshop.hu, link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Card Zone, és a mai videóban pedig Artifacts hoki legújabb Upper Deck-es doboza. Kettő darab bónusz pack-kel, mindenféle különlegességek, és azt figyeld, ebbe a dobozkába lehetnek kifejezetten jó cuccok, hiszen itt írja is, hogy keresheted, gyűjtheted az autograf kártyákat, aláírt kártya, illetve a game worn, tehát meccsen hordott mezdarabos, emlékdarabos kártyákat, úgyhogy az meg aztán tényleg egészen exkluzív. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ugye rajta van franciául, kanadai gyűjtők miatt, ugye ez nagyon-nagyon fontos, illetve angolul igazi, nagyon feelinges hoki doboz. Hát ebből aztán jöhet minden, itt egyébként nagyon-nagyon sok info van az esélyekről, meg minden. Olyan apró betűvel van írva, hogy ránézek, azt így megfájdul a fejem, de a lényeg, hogy ha érdekel pontos checklist, meg hogy milyen paralellek vannak benne, milyen aláírtak, akkor ez itt megtalálható. És ha rá van írva ilyen a dobozra, hogy gyűjtsd ide az aláírtat, memoribliákat, akkor bizony van benne, vagyis hogy van esély, hogy lehet benne. Ez pedig Blaster exkluzív, a Gold Base Set Parallel, Rose Gold színű rookie kártya is itt van kirakva, egy Cole Caulfield, nagyon-nagyon jól néznek ki ezek a lapok, és ez exkluzívan csak ebből a dobozkából bontható. Na de ne is beszéljünk ennyit, akartam mutatni nektek, hogy ugyanúgy illeszkedik ebbe az albumba, Upper Deck-es albumba, hát ha nyitunk valamilyen nagyon király kártyát, én nagyon-nagyon szeretnék valami jóba belenyitni, hiszen itt az albumban vannak mezdarabosok, vannak négy mezdarabos aláírtas mindenféleség, úgyhogy tényleg én nagyon szeretném ezt a hokis albumot tovább gyarapítani nagyon szép kártyákkal, úgyhogy bízok benne, hogy sikerül valami tényleg jóságot nyitni. Nézzük meg akkor, átvágom ezt a kis fóliát, és akkor már leshetjük is meg, hogy mi lapul a dobozkában. Úgy, Upper Deck-es fólia le. Itt is lehet bontani a hossz mentén, sőt, itt kell bontani, hiszen itt vannak elválasztva a pakkok. Vaj, de jól néz ki. Nagyon-nagyon szép csomagdizájn, ez a fekete rajta a játékossal. Artifact hoki nagyon rendben van. Vegyük ki az összeset, nézzük meg, hogy akkor mi a helyzet. Miket sikerül majd nyitni belőle. Szerintem a dobozt is elrakom, ez már az elrakós szint szerintem. Azért a blasterek kifejezetten jól néznek ki, úgyhogy mindenféleképpen megy majd a kollekcióba. Nézzük már akkor pakkokat, lessük meg, hogy mi lesz benne, hivatalos, licensz, minden, itt is a leírás, hogy milyen számozottak, meg mit tudom én, mik vannak benne, brutális. Lessük meg, hogy olló nélkül mennyire nyitható ez. Teljesen, nagyon könnyen nyitható olló nélkül is, hátul széthúzod, és már ott is van. Úgyhogy szedjük is ki akkor az első kártyát. Az pedig, úristen, de jól néz ki. Azt a mindenit. Nagyon-nagyon jól néz ki. Jordan kapus, de hihetetlen király ez a minta az alján. Ilyen kicsit ilyen klasszikusabb dizájnt követ. Nagyon rendben van, és ott van a Rose Gold Artifacts Rookie. De jól néz ki. Alex Newhook lapja. Zseniális. Reinhardt, illetve itt még Jonathan van a végén. Ez gyönyörű. Ez mindenképpen kiemelkedik ezek közül. Elképesztően jól néz ki. Jön a következő pak, hát ha abból is sikerül valamit nyitni. Igazából ez a bontás technika, ez ilyen rémetszerű. És nagyon kézre áll, hiszen tényleg tök könnyű kinyitni ezeket a kis pakkokat. Következő egy Miko Colorado játékosa, majd utána egy Nashville-es Forsberg, majd a következő megint egy ilyen nagyon szép Rose Gold típusú, csak persze nem rookie kártya, de ettől függetlenül is horvát, lehet, hogy van valami kis magyar felmenő is családjában, jól néz ki. A következő egy Thomas Hertl, és a végére pedig egy Román Zsosi Nashville-es játékos. Kirakom inkább ide fölülre ezeket a lapokat, mert csak kitakarom, ez itt tökéletes. Nézzük a kövi pakkot, abban vajon mi lesz. A következő az pedig egy Riley Maple Leafs játékos, Mika, majd utána pedig
egy Paul Coffey. All-Star teamből látszik is egyébként, hogy ezért már nem a fiatalok közé tartozik. Ez már egy tapasztalt All-Star team játékos. Nagyon rendben van. Klingberg, majd utána egy Svechnikov. Oké. Következő csomag. Nézzük ebből mik jönnek. Adam Fox a hátulján. Szerencsé az értékes lapokat középre rakták be, úgyhogy tök mindegy, hogy nyitott ki. Illetve védve vannak, az is nagyon fontos. Lindholm, egy Carson, majd utána egy Logan St. Joseph. Azt a mindenit. Ő aztán vigyáz a fogaira, még a fogvédő is kilátszik. Gyönyörű. Drew Doughton, majd utána egy Adam Fox Rangers. Három csomag van hátra a dobozból. Nézzük, ebből jön-e valamilyen izgalmasabb játékos. A következő egy TJ Smith, majd utána pedig egy Dustin Brown, egy Brian Rust, egy Alex Tuch, majd utána egy Igor, és egyáltalán nem volt ebbe különleges kártya. Ilyen pakki sajnos előfordul, amiben nincsen különleges. Pedig ezek a rose gold színűek azért eléggé menők. Abból még egy jöhetne, főleg egy rookie. Azt tetszik a legjobban, az a rookie dizájnos. Toffoli, majd utána pedig egy Petri. Úha, ott van, ott a rookie. De jól néz ki, Zach Jones. Csak kérni kellett, és itt is van. Egy Nugent Hopkins, illetve egy Letang a végére. Őket is fölrakjuk ide. Utolsó pak ebből a Blaster dobozból, amiből még jöhet valami izgalom. Hátulján ugye számozás, adatok, minden prémium kártya, ismerjük, ott pedig egy hivatalos kis licensz matrica. Nagyon rendben van. Mantha, majd utána egy Darren Nurse, egy Philip Forsberg, rose gold színű változatban, egy Philip, még egyszer, majd utána egy Drake. Jól néznek ki, meg vagyok elégedve ezzel a szériával, nagyon tetszik, ez ilyen kicsit ilyen klasszikusabb, tega játékosok vannak kivágva, de főleg ezek a rose gold színűek, ezek elvittek magával, azért ezek elég jól néznek ki, azt kell, hogy mondjam. Sajnos ilyen nagy különlegességet nem sikerült nyitni, nektek több szerencsét kívánok ezzel a dobozzal, mert hogy tényleg vannak benne egészen izgalmas kártyák. Legközelebb találkozunk a következő videóban, fogunk még bontogatni prémiumot, hogy fogunk még bontogatni, hiszen a hétvégi mail day-ben is kaptam az ITC shoptól ismét néhány terméket bemutatása. Jók legyetek, legközelebb találkozunk, sziasztok! We'll be right back.